Beszállító kiválasztása Fontos egy üzletnek a megfelelő beszállító. Hiszen, hogyha jó minőségű termékeket szállít be jó áron, akkor az az üzletünk hasznára is válik. Hat lépése van a megfelelő beszállító kiválasztásának. Első ugye az árajálat, hogy milyen áron dolgozik, második, hogy milyen minőségű termékeket hoz. Harmadik, rugalmas-e az a beszállító? Negyedik, ugye a földrajzi távolság, hogy milyen távolságra van tőlem. Ötödik, rendelési szállítási ütemterv, hogy mikor rendelhetek tőle árut, és hányszor, meg milyen mennyiségbe. Hatodik, ugye a beszállító rendelkezik-e szakhatósági engedéllyel hiszen fontos a folyamatos hűtőlánc, ugye a HACCP szerint. Tehát a Hazard Analysis Critical Control Point ugye előírja azt, hogyha hűtött terméknél, főleg a húsnál, tejtermékeknél, folyamatosnak kell lenni a hűtőláncnál. Hűtőláncnak. Főleg a Mirelit kajáknál, és a Mirelit ételeknél. Nagyon fontos, hogy ne engedjenek ki a termékek. Mert utána, hogyha felenged főleg egy Mirelit, utána nem fogyaszthatjuk vissza, a HACCP szabály szerint. Ugye beszéltünk itt a földrajzi távolságról is, hogy az, milyen messze van tőlem. Ha messze is van egy beszállító tőlem, de olyan közlekedési csomópontban van, hogy tudja vállalni a fuvart, az is nagyon hatékony. Például a szereskenyér, ugye győrbe van, és mindenhová ezt tud szállítani, hiszen olyan közlekedési csomópontban van, hogy bármilyen üzletbe képes jól, pontosan és gyorsan kiszállítani, hiszen csomó úthálózat van, ahol gyorsan ott tud lenni a megadott címre. Tehát a szállító kiválasztásánál nagyon fontosak ezek a dolgok. Tehát az árajálat, a minőség, ugye rugalmas -e a beszállító, ugye a földrajzi távolság, meg a rendelési szállítási ütenterv, tehát mikor és hányszor rendelhetek árut, és milyen mennyiségbe. Mert ha azt mondja, hogy csak 15 karton felett hajlandó kiszállítani, de nekem mit tudom én, csak 6 karton kellene, akkor meg kell gondolnom, hogy melyik beszállító ajánlatát fogadja el. Mert valaki, lehet, hogy az egyik beszállító azt mondja nekem, hogy 5 kartontól már kiszállítja nekem a terméket. De lehet egy harmadik, hogy azt mondja, hogy 30 kartontól szállítja ki a terméket, tehát meg kell gondolnom, hogy melyik beszállítót válasszam. Tehát vannak ilyen dolgok, tehát fontos a beszállító kiválasztásánál ezek a dolgok, amiket megbeszéltünk. Úgyhogy remélem hasznos volt, és tanultatok valamit, úgyhogy én elköszönök, További jó tanulást kívánok!